Még májusban történt az a tragédia, amelynek során egy budai lakásban mintegy 20-17-18 éves fiatal egy házi buliban ünnepelte az érettségit, és azon az ominózus napon hajnali 2 óra körül az egyikük kizuhant a második emeleti ablakon. A fiú az érdi VSE labdarúgója volt. Nagy Richárdot napokig kezelték életveszélyes és válságos állapotban, de az orvosok az életét már nem tudták megmenteni. Azt eddig is lehetett tudni, hogy a tinik drogoztak, és ennek köze volt Ricsi halálához. Most azok mesélik el az este pontos részleteit, akik ott voltak aznap, ugyanis a fiatalok a nyomozók kérésére tárták fel a mindeddig ismeretlen részleteket. A hasonló tragédiákat megelőzendő ebből oktatófilm is készült. Az RTL Klub riportját láthatják az Érdi Televízióban. Az én érettségimet akartuk megünnepelni. Kitaláltuk, hogy felmenjünk Budapestre, és bérelünk egy jacuzzis apartmant. Ott inni kezdtünk, többen kábítószert is fogyasztottunk. Én amfetamint fogyasztottam, meg füvescét, mások LSD-bélyeget is. Most is ugyanúgy indult, mint általában, hogy bulizzunk, érezzük jól magunkat. Senki nem gondolta volna, hogy ez lesz belőle. A rendőrség kamerája előtt meséltek 18 év körüli fiatalok arról az éjszakáról, amikor elvesztették barátjukat, Ricsit. A fiú az egy éjszakára bérelt budai lakás második emeletének ablakából zuhant ki hajnali 2-kor. A lakók sikítozást és lefelé rohanó léptek zaját hallották a lépcsőházból. A ház aljában lévő éjjel-nappali kisbolt eladója pedig csak egy tompa puffanást hallott. Azt hitte, hogy valakit pont az üzlet előtt ütött el az autó. Az érettségi bulira. Egy házi buli? Gyakorlatilag azt képzeljük el? Erre a bulira a fiatalok hoztak alkoholt, vásároltak drogot, többféle drogot, és fogyasztották. A baj ott kezdődött, hogy volt, aki többfajta drogot fogyasztott alkohol mellett, a szervezete nem tolerálta, és arrogánsa, agresszívá vált, kikelt önmagából, akkor barátai nem tudták megfékezni őt, és kivetette magát az ablakon. Hány éves volt ez a film? 17 éves. És egy szemgyerek, akiről például az édesapja azt mondta a nyomozóknak, fel sem tételezte volna, hogy drogozik a barátaival. Hamar kiderült, hogy kiváló, kiemelkedő sportoló. Az évek folyamán mind tollasba, mind úszásba, mind fociba kiváló volt. Megismerkedett ezzel a társasággal, elment velük egyszer bulizni, én onnantól kezdve észrevettem furcsa dolgokat rajta. Hát igazándiból nem volt őszinte. A tragédia napján is csak annyit mondott az apjának, hogy elmegy bulizni a barátaival. Szombati nap volt, ez hívott a gyerek, hogy apa elmenne bulizni ezzel a új társasággal. Megmondom az igazat, nagyon örültem ennek az egésznek, viszont egy 17 és fél éves gyereket most már nem tudtam otthon tartani. Adtam neki pénzt, mondtam, hogy gyere, egyél valamit, pont ebédeltem az asztalnál. Mondta, hogy nem ilyen, és megy, várják lent a többiek, és már megy is, csak beköszönt, meg jött a pénzért. Még az utolsó pillanatban is az ajtóba visszahívtam, leültettem a gyerevére, még egy percre egy szíves kisfiam leült, és akkor mondtam neki, hogy kisfiam, nagyon szépen kérek, elmész a bulyban minden, csak ne drogozzál, légy szíves. Ne csinálj a hülyeséget, nagyon vigyázz magadra, nem tudok ott tenni, nem tudok rád vigyázni. Elkezdtünk kiszogatni, zenét hallgatni, jól éreztük magunkat. Bevettem egy LSD-bélyeget, és szívtam egy füves cigiből is. Ekkor fogyasztottam amfetamint, füvet és LSD-t. Fél órán belül rosszul lettem. Hány ingerem volt, szédültem. Tök jó volt minden, és így egyik pillanatról a másikra a Ricsi így megzavarodott. Ricsi feküdt a kanapén és elkezdett sírni. Kiment az erőszobába és a dupla üvegű ajtóba belevert 3-at, majd 4-1-ére akkor át, hogy kitört az üveg. Elkezdett ömleni a vér a kezéből. Akkor felvágta a kezét igazából. Ömlött a vér mindenhonnan, a kezéből mindenhonnan, minden tiszta vér volt. Megpróbáltuk lefürdetni, meg lekötözni a kezét. Tiszta vér volt minden, hívtuk a mentőket. Lementem, kinyitottam az ajtót, és vártuk, hogy megérkezzenek a mentők. A Ricsi elkezdett üvöltözni, hogy meghaltam, mindenki meg fog halni. Csak annyit mondott, hogy anya, meg hogy ért, lakótelep,
miattatok csinálom. Elkezdett törni, zúzni, próbáltam lefogni, lefolytani, de nem sok sikerem, mert akkor adrenalin volt benne, hogy nem tudtam mit tenni. Ezután elkezdett kiabálni a Ricsi, hogy nagy baj lesz, nekem esett, és úgy ütött meg, hogy elestem. Berekedett az egyik ismerősömmel, és őt ellökte, átlökte a széken. Neki futott az egyik ablaknak, akkor az egyik lány visszarántotta, akkor őt is ellökte, és átment a másik szobába, kinyitott az ablakot, vagy nyitva volt, nem emlékszem pontosan, és kilépett az ablakon. Ki akart ugrani az első, vagy hát a nappali mellett lévő ablakon, de akkor ott álltam, és vissza tudtam rántani. De mire átrohant a másik szobába, és utolértem volna, már nem értem oda időben, is kiugrott. Ekkor lerohantam, és csak azt láttam, hogy ott fekszik. Barátai közül többen azonnal rohanni kezdtek le a lépcsőházban. A sok valahogy mindenkinek néhány perc alatt kitisztította a tudatát. Hallottam sikoltozást, kiabálást, törészúzást, mindenki kiabált. És igazából akkor, amikor leszaladtak ugye Ricsihez, akkor kiabálták, hogy kiugrott az ablakon, és ugye ez az egész történt vele. Aztán egyszer csak futottak le a többiek, hogy nagyon nagy baj van, mert a srác kiugrott az ablakon. Mikor lerohantam, én egyben azt hittem, hogy meghalt, de valamit ott hörgött, vagy én nem is tudom igazából, nem emlékszek, de utána már semmi. Csak így szuszogott, és eszméletlen volt. Megérkeztek a mentők, és közölték, hogy életveszélyes állapotban van. Nem gondoltuk, hogy ez fog történni, és mi csak meg akartuk ünnepelni az érettségemet. Nem tudtam megállítani. A rendőrök igyekeztek őszinték lenni a fiú szüleihez, meséli a nyomozás vezetője. Azt nem tudjuk, hogy ez hanyadik eset volt, amikor a gyermekük kábítószert fogyasztott, azt tudjuk, hogy túladagolta önmagát, és mi arról tudtuk őt tájékoztatni, vagy őket, a szülőket, hogy többfajta kábítószert és alkoholt fogyasztott, és ennek a toxikus hatása, vagy eredménye volt az, hogy gyakorlatilag kiugrott az ablakon. A szülőket a János kórházban először be sem engedték a fiúkhoz. Ricsi kómában volt. Benézte véletlenül az ajtón, nyitva maradt az ajtó, hát láttam, hogy nagyon rossz állapotban volt. Aztán az orvos kijött, elbeszélgetett velem, csak velem, az édesanyját nem félrehívtak engem, és mondták, hogy a gyerek menthetetlen, kiesett egy ablakon, menthetetlen, agysérülést szenvedett, a nyakcsigolyája eltört, a gerince eltört, a tüdejének a fele szétrobbant. Mondták, hogy pár nap, egy-két nap java hátra a gyereknek, nem tudnak rajta segíteni. Egy ilyen sportoló srác volt, jó körülmények között nevelkedett, akkor győződtek meg arra, hogy valóban belekerült egy ilyen helyzetbe, és valóban kábítószert fogyasztott. Az édesanyán láttam, hogy az, amikor a szakvéleményt láthatta, elolvashatta saját szemével, olvashatta, megnyugodott egy kicsit, mert hogy egészen addig el nem tudta fogadni azt, hogy a gyermeke kábítószerfogyasztó. Külön nyomozócsoport alakult, hogy minél előbb megtalálják azt a dílert, akitől a fiatalok a buli előtt drogot vásároltak. Nagyon rövid idő alatt sikerült azt megállapítani, hogy Budapesten hol és kitől vásárolták a kábítószert, és mintegy két nappal később ez a díler már őrizetben volt. Józsefvárosban barátnőjével együtt vették őrizetbe azt a 25 éves férfit, aki beismerte, hogy ő adott el kábítószert a társaságnak a tragédia napján Pesten a Calvin téren. A drogot egy ismerősén keresztül rendelték meg tőle, lakásán komoly mennyiségű kábítószert foglaltak le. Ricsi barátai eleinte összezártak, és nem akartak együttműködni a rendőrséggel. Az volt a nehéz, hogy ebből kibillentsük őket, őszintén valljanak. Igen. Egyszerűen féltek a következményt. Aztán zömében Ricsi kedvéért őszintén elmondták, mi történt aznap éjszaka. Anyukám is felhívott, és sírt a telefonba, hogy tulajdonképpen ez az egész velem is megtörténhetett volna, és hogyha így belegondolok, akkor én is nagyon, nagyon rosszul voltam, és
tisztában vagyok azzal, hogy akár az egész velem is megtörténhetett volna. Elismerték a saját bűnösségüket, elismerték azt, hogy kábítószert fogyasztottak, és akkor össze is törtek. És a későbbiekben önként vállalták azt, hogy erről az esetről, erről a helyzetről, erről a tragikus körülményről beszélnek azért, hogy más fiataloknak a figyelmét fölhívják erre. És ez elég nagy trauma volt ahhoz, hogy soha többet ne nyúljak ilyen szerekhez. Én próbálok nem otthon lenni egyedül és gondolkozni, de akárhol vagyok, akárkikkel, olyan, mintha csak kívülről nézném őket, és mintha belül üres lennék. Megbántam én is egy életre. Én sem fogok soha többé kábítószert fogyasztani. Én azt üzenem a szülőknek, mindenkinek, hogy egy nagyon pici változást észrevesznek, a gyerekek azonnal lépjenek. Muszáj lépniük valamilyen áron, bármilyen áron. A rendőrség drogmegelőzéssel foglalkozó szakemberei kérték, hogy Ricsi barátai és édesapja kamera előtt meséljék el, hogyan élték meg a fiú elvesztését. Az interjúkat nem sokára középiskolásoknak fogják majd levetíteni. Nem szabad a kábítószer veszélyéről úgy beszélni, hogy csak rébuszok van, hanem nyíltan ki kell mondani, hogy bele lehet halni. De nem csak egy fiatal, értelmetlen halála lehet elgondolkodtató a rendőrök szerint. Egy egyetemista lány drogkarrierjét is elmesélik majd a tinédzsereknek, aki jelenleg is börtönbüntetését tölti drogkereskedelem miatt. Nagyjából 10 éves koromban elváltak a szüleim. 5 testvérem van, ebből 3 csak féltestvér. Konzervatív keresztény neveltetést kaptam, egyházi iskolába jártam igazából szinte világi életemben. Nagyjából 16 éves koromban találkoztam először a fűvel, a droggal. Elmentünk egyszer a barátaimmal egy hétvégén egy ártalmatlan kisörözésre, és megkínált minket egy igen furcsa külsejű fazon. Igazából fogalmam sem volt, hogy mivel, de azt mondták a cimborák, hogy ez egy tök jó dolog, próbáljuk ki. Hát mivel ők így elfogadták, nyilván én sem mondtam nemet. Az ember keresi a kis bűntársait, de hát ez igazából nem tudom, egy alapvetően egy zárt közösség mindenhol. Egyszerűen tudod azt érezni, hogy tartozol ehhez a társasághoz, sokkal könnyebb beilleszkedni. Szerdai napon vettem 1 kiló epret, mert akkor abban az évben még nem is ettem egyáltalán epret. Tökre örültem, hogy egyáltalán így rá tudtam magamat venni, hogy el tudjak menni a piacra. És hazamentem, megmostam. Aztán egyszer csak megszólalt egy ilyen öblös férfi hang. Valami olyasmit, hogy vége a bulinak, srácok, ezeket a falhoz. Láttam, hogy besétál ilyen 7 vagy 8 jól megtermett rendőrölek. Teljesen sokos állapotba kerültem. Konkrétan nem is láttam. Borzasztóan nagy trauma volt. Borzasztóan nehéz feldolgozni. Egy olyan helyzetbe kerül az ember, hogy valószínűleg több évnyi börtönbüntetés lebeg a feje fölött. Ez így egy nagyon nehéz dolog. Érdekes, de valamennyire ez az ügy normalizálta az anyámmal való kapcsolatomat. Valamennyire ő is felfogta, hogy ez nem csak kizárólag az én hibám volt. Azért sok mindennek kell ahhoz történnie, hogy valaki ilyen helyzetbe kerüljön. Az nagyon, nagyon sokat tesz hozzá, hogy a meghatározó éveidben, mondjuk a tinédzser éveidben nem kapod meg otthonról a megfelelő támogatást. Krisztina tavaly tavasszal kezdte meg 2 év 6 hónapos börtönbüntetését. A rendőrségnél abban reménykednek, hogy ha a fiatalok nem egy rendőrtől, hanem egy hozzájuk hasonló korú diáktól hallanak a drogok veszélyeiről, annak talán az eddigiektől nagyobb visszatartó ereje lesz. Több a problémával foglalkozó szakember mégsem hisz a drogok okozta tragédiák visszatartó erejében. Az nagyon-nagyon messze-messze nem az átlag, hogy azt gondolom az elrettentés az soha nem működött jó politikaként. Nézd meg például a dohányzást. Ugye mi van rajta egy cigarettás dobozon? Rohadó, levágott, haldokló, szénfekete, levágják a lábad, impotens leszel, meghal, stb. Érdekel ez egy 16 éves fiatal embert, hogy ma elkezd dohányozni, akkor majd 20 év múlva, amikor ilyen 36 éves vénember lesz, hogy akkor vajon lesz-e érszikülete, föl fogja még állni esetleg a farka, meg fogja fulladni, és így tovább, és nem. Zahár Gábor toxikológus szerint nem lehet a fiatalok félelmére appellálni. Ez nagyon érdekes volt például Svédország, ahol több mint 30%-kal csökkent a dohányos fiataloknak a száma, egyetlen egy mondat miatt. Ha dohányzol, büdös leszel. Nem sokkal jobb ez? Persze a szülő ezt nem fogja mondani, a dohányzó büdös leszel, de mondjuk annak a legénykének a barátnője, aki azt mondja, amikor a legény visszajött a buliból és elszívott 2 cigit, és megöleli a kislányt, és szeret mondjuk szép szerelmes mondatot belesuttogni, azt mondja a lány, te olyan büdös vagy.
Szóval nem inkább visszatartó erő? Az évtizedek óta fiatal drogfüggőkkel foglalkozó addiktológus szerint a kamaszok többsége mindig is ki fog próbálni veszélyes dolgokat. És ha erről a környezetében nem akarnak tudomást venni, nem is fognak tudni segíteni neki, ha bajba kerül. Ezek a tizenéves kamaszok, akiknek azt szoktam mondani, hogy kellenek értelmes szabadidő eltöltési szokások, és kellene biztosítani értelmetlen szabadidő eltöltési szokásokat. Mert hogy a kamasz attól kamasz, hogy hülyeséget is csinál, és ez tök normális, mindannyian csináltunk hülyeséget, és én is visszatok idézni olyan kamaszkori élményeimet, amit egyszerűen csak örülök, hogy túléltem. Nem az, hogy valamit okosodtam belőle, hanem hogy túléltem. És hogy nyilván ilyenek mindenkinek előfordulnak. És amiben gyakorlatilag minden szakember egyetért, minél több hiteles információt kell adni a különböző drogokról, és nem feltétlenül a fiataloknak. A legszélesebb értelemben véve minden anyag drog, ami hat a szervezetünk és az elménk működésére. Természetesen szüksége van a fiataloknak információra, de el kell mondani, hogy a diákok nagy része jóval többet tud a drogokról, mint akár a tanáraik, vagy akár a szüleik. A Drogriporter Alapítvány például évek óta rengeteg videóval próbál informálni a különböző szerekről. A pszichoaktív drogokat különféle csoportokba oszthatjuk. A stimuláns drogok, mint amilyen az amfetamin vagy a kokain, növelik az ébrenlétünket és az energiánkat. Ezzel szemben a depresszáns drogok, mint amilyen a heroin vagy az alkohol, csökkentik az ébrenlétet, megnyugtatnak és elbódítanak minket. A pszichedelikus drogok megváltoztatják azt a módot, ahogyan felfogjuk a valóságot, és akár misztikus élményeket is átélhetünk a hatásuk alatt. Néhány holland fiatal és a holland közszolgálati média viszont nem bízza a képzeletre mindezt. Droglabor című oktatási célú YouTube csatornájukon a legtöbb szert ki is próbálják kamera előtt, miközben beszámolnak arról, mit élnek át. Ők abból indulnak ki, hogy a fiatalok többsége biztosan ki fog próbálni drogokat, és ha már egyszer ez így van, akkor legyenek ismereteik a különféle szerek hatásairól, következményeiről. Az a mottójuk, hogy azért próbálják ki maguk a műsor készítői, hogy másoknak már ne kelljen. Azon túl, hogy rengetegen nézik műsorukat, csatornájuknak 1 millió feliratkozója van. Ami fontos, sosem egyedül tesztelnek, és mindig csak az egyikőjük próbálja ki az adott anyagot, a másik pedig vigyáz rá. Ez a rész például az LSD-ről szól. Először elmondják az anyag történetét, az egyébként Hollandiában is tiltott drognak. Hogy 1940-ben Albert Hofmann orvosi felhasználás céljával kutatta, de rájött, hogy pszichoaktív hatása is van. Íme egy LSD-bélyeg, egy papír LSD-vel átitatva. Végig közvetítenek. Elmondják, hogy ha eszel a bevétele előtt, akkor émelyekhetsz tőle. Olyan íze van, mint egy gyógyszernek, és egy órán belül érezni fogod a hatását. Akár 10 óra is lehet, mire a hatás elmúlik. 2 óra után hogy érzed magad tőle? Nagyon fura, még sosem éreztem így magam. Nagyon ellazultam. Felment a testhőmérsékleted. Nagyon fura, olyan, mintha nem is én lennék. A szendvics mozog. És a másnapot sem titkolják el. Végtelenül fáradt vagyok, semmit sem tudtam csinálni előző este, levert voltam, hamar lefeküdtem, és sokat aludtam. Ennek ellenére nagyon fáradt vagyok, mert nagyon intenzív élmény volt. Mint ahogyan például az ecstasy kipróbálása után. Az állkapcsod így mozog, és úgy tűnik, hogy nehezen nyelsz. Igen, pedig nincs is kiszáradva a szám. Kicsit feszültnek érzem magam. Ezek az ecstasy tipikus tünetei. Elmondják, hogy aktív leszel tőle, és boldognak érzed majd magad, de azt is, hogy mint minden drog, kiszámíthatatlan hatásai is lehetnek. Az is veszélyes benne, hogy kiszámíthatatlan mi történik, és halálos is lehet. Ha túl sok ekit veszel be, vagy más droggal kevered, vagy gyógyszerekkel. Most vicces, de rosszul is elsülhet a dolog. Pszichózis alakulhat ki, pánikroham, vagy depresszió, amit nagyon nehéz kezelni. A legtöbb szakember szerint mégis van egy egyszerűnek tűnő dolog, aminélkül semmiféle prevenció nem működik. Az őszinte beszélgetés, a párbeszéd. De hogy mit is tehet a szülő? Először is beszélget róla. És nem úgy, hogy amíg az én kenyeremet teszed ebbe a családba, mert különben című történet, hanem beszélget. Amire a diákoknak lenne szükségük, az beszélgetés, hallgassuk meg őket, vegyük őket komolyan, nézzük meg, hogy mi bántja őket, mert azért a drogfogyasztás az nagyon gyakran az elfojtott stresszek, frusztrációk
önkezelése, öngyógyításáról szól. Egy ilyen kikapcsolóm sokszor. Így van. Elvárod a gyerektől, tudjon jó döntést hozni? Mondjuk, tehát azért így igen. Igen, nem? Igen. Na és mi tudunk? Nem mindig, valóban. Na hát ez az. Szóval akkor hogy váratok el valamit olyan gyerektől, amit én nem tudok teljesíteni? És ez most nem arról szól, hogy most elétennek egy másodfokú egyenlet, hogy meg tudnád-e oldani, én biztosan nem. Szóval nem a tárgyi tudásról, hanem olyan erkölcsi kérdésekről, értékrendi kérdésekről, amikben én mintaként szerepelek a saját kölyköm előtt. Az interakció a fontos. Tehát soha ne úgy tekintsünk a drogprevencióra, hogy van egy ilyen gyár, vagy az egyik oldalon betömjük a fiatalokat, és akkor a másik oldalon kijön a drogokat elutasító fiatal, ez nem így működik. Tehát párbeszédet lehet folytatni a fiatalokkal, problémákkal kapcsolatban. Tény, hogy a legkomolyabb drogproblémák a legszegényebb településeken, szegregátumokban vannak. Az ott élők között terjednek a legolcsóbb és legveszélyesebb drogok. Az ottani fogyasztók többségét nemhogy prevenciós filmek, de az sem tántorítja el a különféle kábítószerektől, ha kiderül, hogy valamelyik ismerősük meghalt egy drogtól. Ráadásul annak is egyre kevesebb esélye lesz a jövőben, hogy valamelyik drogprevencióval foglalkozó civil szervezet eljut hozzájuk. Eddig ugyanis évente mintegy 500 millió forintot szánt a kormány drogprevencióra, idén semmit. A Covid-ra hivatkozva visszavonták ezeket a pénzeket, és a jövő évi költségvetésben pedig egyáltalán nem szerepel már ez a tétel, ami azt jelenti, hogy Magyarországon megszűnt a címkézett kábítószerügyi költségvetés, ami egy nagyon drámai helyzet. Pláne úgy, hogy most, 10 év után már kezd látszani, hogy mi lesz azokkal, akik hosszú távon designer drogokat használnak. Most mondjuk jár hozzám pécsi ambulancián, mondjuk egy 22 éves lány, aki 14 éves korától, 18-19 éves koráig egy dílerrel lakott, aki ilyet árult, és ezt használta folyamatosan. És 18-19 éves korára olyan szintre jutott, hogy már prostituáltak nem tudták eladni külföldre. Most egy 2-3 éve otthon van, képtelen a normális kommunikációra, semmilyen munkát nem tud elvégezni, reménytelen. Feltesz neki egy kérdést, akkor arra ő nem tud válaszolni. Ott ülünk, és szavakat mond, ami mondatnak így nem lesz értelme. Úgy tűnik, hogy képtelen bármilyen tudást elsajátítani, vagy képtelen bármilyen munkára, hogyha az anyukája meghal, akkor nyilván be fog kerülni valami intézetbe. Az is kérdés, hogy lesz-e elegendő intézet, mert hasonló drogkarrier rengeteg van. Nem tudom, hogy mondjuk ezen fiatalok néhány év vagy néhány évtized múlva való ellátásához hány új elmeszociális otthont kell építenünk, ahol ezek a fiatalok úgy vannak. És ezek a szerek, ezek úgy tűnik, hogy amúgy egyébként a rendészeti megoldáson kívül olyan nagyon sok minden nem történik. Az új nemzeti drogstratégiát 4 évvel ezelőtt fogadták el. Célja az volt, hogy 2020-ra drogmentes legyen Magyarország. A stratégia most jár le. A drogfogyasztási trendek egyelőre változatlanok.